nagyon sok munkaórát bele kell fektetnie a csapat nagyon sok tagjának abba, hogy ez a krevár végrehajtása összeállhasson. Sejtes! Hasban van bér? A műtőben levág, a szenáriók úgy lettek összeállítva, hogy mindenki a saját szakterületén kihívásokkal szembesüljön. Itt KDV, tehát... Beteg megérkezett a műtőből, az állapota stabil. Tudjátok, mi az a ROL 2? Egy olyan sebészeti képességgel rendelkező tábori mobilkórházról van szó, amelynek segítségével az egészségügyi központ műveleti területen harctéri körülmények között is képes magas szintű orvosi ellátást nyújtani az arra rászorulóknak. De nézzük meg, hogyan működik ez a gyakorlatban a Magyar Honvédségnél. Irány pápa! A Magyar Honvédség nemzetközi szinten is elismert egészségügyi képességét bizonyos időközönként egy krevál ellenőrzés vizsgálja. Az ellenőrök ilyenkor azt mérik fel, hogy a NATO-nak felajánlott képességünk harcászati szintű körülmények között is el tudja ellátni a feladatait. A tábori kórház telepítése természetesen nem megy egyik percről a másikra, hiszen egy hibrid rendszerű komplexumról van szó. Egy síkterületet kell kialakítani arra, hogy a ROL 2 stabilan és funkcionálisan ellátva tudjon települni. Majd utána nagyon nagy figyelmet fordítunk a szállítási ütemezésre, ami azért fontos, mert a telepítés metódusa előírja azt, hogy milyen sorrendben települnek a konténerek, a sátrak hogyan illeszkednek. Egy nagyon szoros illesztéssel határon belül kell mozogni, és egy kiképzett állomány 12 óra alatt le tudja telepíteni arra, hogy harcra kész legyen, illetve bevetésre kész legyen a komplexum. A pápai bázis repülőtérre települő katonaorvosoknak és katonáknak az ellenőrzés alatt is egy jól működő rendszerben kell együttműködnie, hiszen valós helyzetben szó szerint emberéletek múlhatnak a munkájukon. Nagyon sok munkaórát bele kellett fektetnie a csapat nagyon sok tagjának abba, hogy ez a krevál, illetve a gyakorlatnak a végrehajtása összeállhasson. Felkészült szakemberek lehessenek itt, akik ismerik azokat a szabályrendszereket, amelyek a ROL 2-nek a működésére érvényesek, ismerik azokat az eljárásrendeket, gyakorlati és elméleti ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez a ROL 2, ami tulajdonképpen egy katonai tábori kórház, ténylegesen működőképes legyen. A ROL 2-ben dolgozó szakemberek napi szinten végzik az egészségügyi tevékenységüket a Honvéd Kórházban. Tehát nem az ő oktatásuk és a képzésük az elsődleges, hanem az ő összekovácsolásuk. Annak a célnak az érdekében, hogy minden körülmények között ebben az infrastruktúrában, egy ROL 2 kórházban gyorsan települve tudják ellátni a sérülteket. Nagyon sok, akár egyéni és kollektív képzés van még hátra. A gyakorlat sikerességének egyik legmeghatározóbb folyamata a vezetési pont és a betegellátó pont, valamint a parancsnokságok közötti állandó kommunikáció. Gyors triázs után hozzátok meg, jó? Funkcionál mostan. Ez ketté bontódik két feladatra, egy katonai és egy egészségügyi feladatra, úgyhogy ez elég komoly kihívás jelentett, hogy a kettőt összehangoljuk. Emellett ugye a gyakorlat vonatkozásában ugye kapcsolatot kellett tartanunk mind a magasabb, mind az alacsonyabb parancsnokságokkal, illetve az alájátókkal. A tapasztalatok eddig azt mutatják, hogy nagyon jól működik, de fel vagyunk el készülve, hogy bármilyen eseményre reagáljunk, és ehhez igazítsuk a mi rendszereinket. Nyílt hasi sérült, ez véletlen. Van egy gedely, van egy nazottubusa, nem vérzik. A krevál ellenőrzés egyik sajátossága, hogy a gyakorlat során előre nem ismert feladatokat kell megoldania a katonáknak. Ez már az első napot izgalmassá tette. Egy folyamatban lévő műtéttel egy időben sorra érkeztek a stresszes állapotra jellemző tüneteket, valamint akut pszichotikus zavart mutató katonák. Az ember azt gondolná, hogy egy kórházban csak sebészek vannak, de nem. Altató orvostól a beteghordon keresztül a közegészségügyi szakemberig, a pszichológusig mindenféle szakember dolgozik itt, és természetesen hadműveleti tervezés, a kiürítésmenedzsment. Nekik mind gyakorolniuk kell. Ahogy azt szoktuk mondani, a káoszt, ami egy ilyen helyzetben óhatatlanul keletkezik, azt kell kívül tartani a kórház kapuján. Ez a triázs elsődleges feladat, hogyha ez nem jó,
akkor az egész megbukik, és a maga a káosz bekerül a kórházba, és megbénik ki az ellátást. Tehát nagyon fontos dolog. Az egészségügyiseknek a betegellátáson és a betegszállításon túl a menekülést és a mentést is folyamatosan biztosítaniuk kell, mind a földön, mind a levegőben. Ez volt a nem titolt szándékom mellette, az ellenőrzés mellett, hogy az állomány, aki itt a ROL 2-es tábori kórházban dolgozik, az az ellenőrzés során kapjon egy extra gyakorlási lehetőséget. Tehát az incidenseket a 2,5 nap alatt igyekeztük így felépíteni, hogy először a összekovácsolódást egy kicsit elmélyítsük, megtanuljanak bizonyos eseteket egyesével ellátni, aztán utána tömeges sérült ellátás következett. Megtanulják, hogy hogy kell a mentővel mozogni, helikopter mellett, repülőgép mellett, hogy kell átadni egy beteget, több beteget, illetve hogy kell vegyi sérültet dekontaminálni, ellátni kezelni. Az ellenőrző gyakorlat második napja is nagy kihívás elé állította a katonákat. Egy légi támadás okozta informatikai és rádiórendszer leállás mellett a közel 100 kilométerre lévő szomódi gyakorlótéren tüzérségi belövés történt. A sérülteket az állapotuk stabilizálása mellett légiúton szállították a Pápán települő tábori kórházba, ahol tovább eszkalálódott a helyzet, mivel felrobbant egy lőszerraktár, így további sérültek érkeztek. Jelenleg a NATO szabályzókat figyelembe véve arra törekszünk, hogy egy sérült, ugye a sérülés helyszínén az első 10 percben ön és kölcsönös elsősegélyben részesüljön, utána egy órán belül egy magasabb szintű orvosi első szaksegélyt kapjon, majd a sérüléstől számított 2 órán belül egy ROL 2-es szintű ellátásban részesüljön legalább. Nyilván lehetőségünk van arra, hogy egy ROL 1-ből rögtön egy ROL 3-ba vagy ROL 4-be továbbítsuk, hogyha a szállító kapacitásunk erre rendelkezésre jár, de alapjában véve ez a célunk, hogy 2 órán belül első sebészeti ellátását is megkapja a Damage Control Surgery elveknek figyelembevételével. Egészségügyi katonáink az ellenőrzés során bizonyították, hogy a napi, bár kórházi körülmények között éles helyzetekben megszerzett tapasztalataikat és tudásukat összeszokottan és hiba nélkül tudják a harctéren is alkalmazni. A NEST tímet azonnal a sok tanítóba. 1, 2, 3. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, további tartalmainkat megtaláljátok a lent látható oldalakon.